szerepel kapott. Igaz, hogy első évben csak Kocsis bácsival, és ott teltek az évek egyre több és egyre több szoborra készült el, aztán 19 szoborra összesen. Tehát most nyáron már hosszú sor volt a alsó iskola kerítésére felvált Kapolcson, és a pénznapi rendezvény során ott lehetett ezeket megtekinteni. Most Kapolcsról kijönne, hát itt Fehérváron sikerült helyet biztosítani neki, és ilyen szép keretek között most újra kiállítani. Ahogy elmondtam az imént is, Lajos bácsinak volt az a úgymond kérése, hogy ameddig fesztivál lesz Kapolcson, addig ő tegyen ki, legyen itt a szóra, hadd nézhesse a szépen. Mert a barátságunk is úgy kezdődött, hogy mesélt a gyermekkoráról, ifjúkoráról, és dolgairól a faluban, így ismerkedtünk meg, és így lett úgymond, hát örültem, hogy én lehetek az ő barátja. Az emlékkönyvben ott van a fotónk, ahogy még akkor éltében, még a kiállítással kiterettem az ő kis szobrát. Vannak gipszobrok is, ezek azért vannak, mert egyik másik faszobor az én szemszögemről nézve nem biztos, hogy jól sikerült, és igazítása már egy faszobornál nincs utólagosan lehetőség, ezért próbáltam gipszbe átfordítani, és a gipszet úgymond egy kicsit módosítani.